Ki így, ki úgy próbálja átvészelni a mínusz 12 fokos éjszakákat a horgosi sátortáborban. Van, aki kis sátra köré egy nagyobbat épített, hogy az felfogja a szelet, és van, aki még a fűtést is bevezette sátrába. Péntek délben a napon próbáltak felmelegedni a migránsok, jelenleg mintegy 15-en tartózkodnak a határ melletti táborban. Információink szerint mindannyian átadták a menekült kérelmet. Ez a kasmíri férfi Spanyolországba szeretne jutni. They cannot accept us, but I will try because I also talked with UNHCR. They said you must apply. After that they see that what happened they do. But I want to try legal. I do not want to try illegal because it's too much danger for us. Ahmed Pakisztánból jött és Németországba tart. But legally is maybe a good choice for us, but we waiting long time, but it's a good way to go across the border. But some days they deport some people, especially Pakistani. We don't know why they deport them. Szerbia csak azokat a migránsokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy ott akarnak menedéket kérni. Akiket átengednek a határon, egy igazolást kapnak, amivel néhány napig szabadon mozoghatnak. A magyar kormány eközben január közepén úgy döntött, hogy visszaállítják az idegenrendészeti határőrizetet. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg valaki esetében nem születik jogerős döntés arról, jogosult-e valamilyen jogi státuszra, nem mozoghat szabadon Magyarország területén.